szabad szoftverről egy csúcsa elképzelések vannak, és az, amit én szeretnék elmondani és átadni, az, hogy milyen fantasztikus dolog ez a szabad szoftver, mint például a Drupal is, és mi az, amit ad az embernek egy-egy ilyen közösséghez való tartozás. Az első és legfontosabb ilyen élmény az, ami az ember megtapasztalhat, hogy egy ilyen közös alkotásban veszünk részt, és ezt így nehéz elmondani, de amikor az ember mondjuk elmegy egy Drupal-konra, én Amsterdamba és Münchenbe is voltam, Szegeden is kétszer ilyen rendezvényen, és ott ül mondjuk 1000 ember, és közösen dolgozik egyszerre egy rendszeren, azért az egy nagyon felemelő érzés. Tehát amíg ugye mondjuk csak így nézed a rendszeredet, és így pöckölgeted, bütykölgeted ott a valahol a szobád mélyén, és aztán elmész egy ilyen rendezvény, és tapasztalod, hogy több ezer kollégáddal együtt dolgozol azon a rendszeren, amit egyébként használsz. És itt egy nagyon izgalmas kérdés számomra az, hogy amikor az ember elkezd mondjuk egy ilyen szabad szoftver és közösséghez csatlakozni, akkor nagyon sokszor ilyen euforikus hangulatba kerül, és akkor mindenféle ilyen ködös elképzelési vannak a világ megváltásáról pedig, és arról, hogy a szabad szoftver az miért is jó neki. Nagyon-nagyon lelkes, és nagyon-nagyon be van vonódva a dologba, és nagy a szabadság élmény, de nem nagyon érzi még azt, hogy miért is jó ez neki, és egy idő után, ha nem jön rá arra, hogy mit kéne csinálnia, nagy valószínűséggel kiég, megunja a dolgot, és tovább áll. De mégis én szeretném nektek átadni azt az üzenetet, hogy miért fantasztikus egy szabad szoftver, és miért más, mint egy más licenszel átadott szoftver. Ez pedig az, hogy amikor egy szabad szoftveren dolgozom, akkor mindig azt csinálom, én is, meg azok a cégek, akikkel együtt dolgozom, hogy vannak ügyfeleink, akiket szeretném kiszolgálni minél magasabb minőségbe, és ehhez kell egy eszköz, amivel ezt meg tudjuk tenni. És ezt az eszközt, ezt nem licenszeljük valahonnan, nem vásároljuk, nem közösen alkotjuk meg. Tehát közösen készítjük el ezt az eszközt, és ezt az eszközt aztán nagy nyilvánosságra hozzuk, és mindenki számára elérhetővé tesszük. Tehát bárki ezzel az eszközzel szolgáltathat, nem tudom, hogy vannak-e itt olyanok, akik weboldalakat építenek, nyugodtan föl lehet tenni a kezet, esetleg van-e olyan ügyfelünk, akinek weboldalt készítünk, vagy egyéb ilyen dolgot csinálunk, akkor bizony a Drupal az egy olyan szoftver lehet, amit le tudunk tölteni, föl tudunk telepíteni az ügyfelünknek, és ő azt tudja használni, nem kell külön fizetnünk ezért semmit licenszköltségként, de azért valahol érezzük, hogy bár nem fizetünk érte, de ez a rendszer, ez nincsen ingyen. Azért nincsen ingyen, mert ezt közösen készítjük energiát, és hogyha nincs szakértelmünk, akkor pénzt fogunk arra állni, hogy ez a rendszer egyrészt jobb és jobb legyen. Persze, amikor szabad szoftverről beszélünk, mindig felmerül az a kérdés, hogy milyen annak a szoftvernek a minősége, amiben bárki beleírhat. Ugye van egy ilyen legenda, hogy a szabad szoftverben bárki beleírhat. Hát így van, a Drupalba is bárki beleírhat, tehát hogy aki itt van és szeretne részt venni ebbe a közös alkotásba, megteheti és kódot tud bejuttatni a Drupal rendszerbe, csak ezt nem úgy tessék elképzelni, hogy van egy ilyen FTP hely, ahol anonimusként fölmehetünk és bármilyen kódot átírhatunk, hanem van egy központi tároló, ebben a központi tárolóba kerülnek be a kódok, ebben a központi tárolóban csak egy igen szűk csoport tudja bejutatni ezeket a kódokat, ezek az úgynevezett maintainerek. Az alaprendszernek külön van egy csapata, és a különböző kiegészítőknek mindig egy, vagy egy ember, vagy egy kisebb csapat az, aki kezeli azt a kiegészítőt, és az ember az,
aki be tud juttatni kódot ténylegesen. De maga a kód a, és a munka is, mert nem feltétlenül kell kódolni tudni ahhoz, hogy segítsünk mondjuk egy Drupal tartalomkezelőt fejlesztését, az egy megint egy másik úton jut be, és erről szeretnék nagyon röviden beszélni. Úgy fog bejutni egy módosítás, hogyha mondjuk teszem azt, használjuk a Drupal rendszert, és azt tapasztaljuk, hogy, hogy valami hiba van, akkor ha nem is értünk a programozáshoz, akkor is be tudunk szállni munkába nagyon egyszerű módon, hogy ezt a hibát jelezzük a megfelelő helyen, a Drupal issue-ba. A megfelelő helyen és a megfelelő módon ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy olyan hibát jelzünk, amit aztán reprodukálni lehet, tehát bárki meg tudja ismételni a hibát, és bárki megérti azt a hibát. Ha szerencsénk van, és van elég szakértelmünk, akkor ugye mi is ki tudjuk javítani ezt a hibát, és akkor be fogunk küldeni egy ilyen módosítási kérmet, ezt patchnek hívják, ez egy fork, ami leírja azt, hogy melyik sorban, melyik fájlban mi fogunk módosítani, mit javaslunk módosítani. Ha nem mi készítjük el, akkor valaki más fogja elkészíteni, ugye valaki más, az meg lehet, megtehetjük azt, hogy várjuk azt, hogy valaki más ezt elkészít. Elkészítse. Ha például egy olyan hibáról van szó, ami nagyon sokakat érint, akkor valószínűleg előbb-utóbb valaki ezt ki fogja javítani. Ha mondjuk egy olyan hibáról van szó, mint mondjuk egy ilyen eldugott admin felületen a magyar fordítás az nem jól jelenik meg, és az minket zavar, mondjuk a németben is, mert ott is ilyen hosszú szavak vannak, és ott elcsúszik valami, az nem biztos, hogy olyan hamar ki fogja javítani. De ne aggódjunk, mert meg tudunk fizetni, nagyon jó magyar programozók vannak, akik ezt ki fogják javítani. Tehát elkészül ez a javítás, amit fölteszünk ugyanide a issue-ba, és majd jön a közösség, és megnézi. Átnézi ezt a kódot, és hogyha jónak találják, akkor átkerül a közösség által átnézett verzióba. Ha nem találják jónak, akkor javaslatokat mondanak, elmondják, hogy itt javíts ki, itt rossz a coding standard, figyelj oda, hogyha ezt így javítod ki, akkor itt három másik hibát fogsz okozni, figyelj arra, hogy biztonsági szempontból ez nem olyan jó, ez a megoldás, és így tovább. Tehát javaslatokkal fogunk élni, ezekkel a javaslatokkal érdemes foglalkoznunk, kijavítanunk, és ha ez megvan, és minden jó, akkor átkerül egy közösség által ellenőrzött állapotba, és ez az a pillanat, ahol véget ér magának a közösségnek a munkája, és jön az az egyszemélyi döntés, amikor a modulnak a gazdája, vagy a Drupal core team tagjai közül valaki ezt a kódot, ha ő is úgy látja, akkor be fogja juttatni magával a rendszerbe. Elképzelhető, hogy ránéz és azt mondja, hogy ebben vannak bizonyos dolgok, mondjuk accessibility vagy security problémák, akkor a megfelelő csoportnak fogja továbbítani a kérdést, akik ebben foglalkoznak, és ők is hívjúzzák ezt a dolgot. Na most ez itt tök jól hangzik, így elmondva, és majd fogok még egy sikertörténetet mondani, de nagyon fontos tudni, hogy azért szükségünk lesz türelme, kitartásra, hogyha be akarunk szállni a munkába. Nekem volt egy foltom, ami kettő év után került be az alaprendszerbe. Kettő év után, tehát két évig vártam, hogy bekerüljön. Mind a két éven keresztül körülbelül 5-ször vagy 6-szor írtam újra a foltot, mert közben ugye változott meg a rendszer, de nem adtam föl és bekerült a javításom. Ez nem volt egy ilyen nagyon komoly probléma, ezért volt az, hogy ilyen sokáig tartott, hogy ez bekerüljön, de például a 8-as számú issue, most körülbelül olyan 3-400 ezernél tart a számuk, az tavaly lett megoldva, hogy lehessen user törölni, ez egy olyan issue volt, ami hát azt hiszem 8 év plusz volt, amíg állt és nem jött belőle, egy kicsit komplikáltabb feladat. De jöjjön egy sikertörténet, hogy lássuk, hogy azért itt lehet előrejutni. És előrejutni úgy lehet, hogy az ember nem a klasszikus munkamódszert veszi fel, amit mondjuk egy ilyen multinál megszokott, hogyha én írtam egy e-mailt valakinek, hogy kész a feladat, akkor vagy írok egy e-mailt, hogy hú, erre a kérdésre még kell válasz, addig nem tudom dolgozni, és hogyha ezt az e-mailt megértem, akkor hát lehet dőlni, akkor kész vagyok, akkor most már nem mondhatja senki azt, hogy én nem csináltam, mert mindent, hisz mindent megtettem, hisz írtam a
íme. Hanem itt, hogyha így állunk hozzá, akkor soha nem fog bekerülni a voltunk valószínűleg a rendszerbe. Itt azért kőkeményen kommunikálni kell. Például annak idején, amikor kijött a 7.21-es dupla, ha jól emlékszem, akkor ez tartalmazott egy olyan biztonsági hibát, ami egy másik modult, egy insert nevű modult, azt eltört, és nem működött tőle. Nekünk volt egy elég komoly ügyfelünk, aki mondjuk így, hogy igényelt azt, hogy minél előbb kikerüljenek a biztonsági javítások, és persze igényelt azt is, hogy az a funkció, ami ez a szerkesztő funkció, hogy be tudjon illeszteni képeket a szövegbe, az is működjön. Úgyhogy nem tehetünk más, mert kitettük ugye a hibajavítást, abban a pillanatban biztonságos volt a rendszerünk, avval a hibával már nem lehetett megtámadni, viszont nem működött ugye a bevitel, szóltuk az ügyfélnek, hogy legyen türelemmel, mert hogy ezt ki kell javítani. Körülbelül egy olyan 2-3 óra alatt ki is javítottuk a hibát, amely hibajavítás az nem abból állt, hogy kijavítottuk a hibát és kész, hanem első körben megnéztük a Drupal orgon, hogy valaki más már találkozott erre a hiba jelenséggel, természetesen már valaki bejelentette ezt a hibát. Megnéztük, hogy van-e hozzá javítás, és azt láttuk, hogy nincsen még hozzá javítás, úgyhogy mi elkészítettük a javítást, föltettük, és ki is tettük az éles szerverünkre, és attól fogva már bárki a világon ezt a javítást használhatta a saját rendszerébe. Természetesen érkezett hozzá számos megjegyzés, amik közül párról kiderült, hogy egy teljesen más modulnak a hibája, teljesen máshol kell keresni a problémát, ezért külön issút is felvettünk ehhez. De jöttek olyan megjegyzések, amiket figyelembe vettünk, javítottunk ezen a folton, és egyre jobb és jobb lett maga a javítás, ami nekünk is jó volt, hisz ugye talán sejtitek, hogy nem egyetlen egy helyen használtuk ezt a kombinációt, a dupát meg ezt a modult, hanem több ügyfélnél is, csak azok nem voltak olyan ügyfelek, akik igényelték, hogy perceken belül ki legyen bármilyen javítás, ami nekik szükséges, hanem ők ráértek volna ebben a dolgokat törődni, de egy jobb és jobban használható javítást tudtunk készíteni. Természetesen itt még nem ért véget a dolog, hisz ugye ez a javítás elkészült, többen visszajeleztek, hogy igen, ez a javítás kijavítja a problémát, megoldja a problémát, tök jó, csak ugye senki nem rakta át az issue-t egy olyan állapotba, hogy a közösség által átnézve, valószínűleg nem érezték úgy, hogy ők elég nagyok ahhoz, hogy ezt megtegyék. Úgyhogy nem volt mit tenni, mint gyorsan felmentem a Drupal ILC csatornára, és szóltam a srácoknak, hogy figyeljetek, itt az issue, látjátok, hogy javítják, hogy csak nincs senki, aki átrakná RTBC-be, mi lenne, ha valaki átrakná. Természetesen csak úgy nem rakják át, mert én azt mondom, hanem jó alaposan megnézték, még a Drupal ILC csatornán is válaszoltam ugyanazokra a kérdésekre, amivel az issue-tűből válaszoltam, amit föltettek, ugye, mert hát ugye az egész issue-t, ami több száz, mondjuk ott nem volt több száz, mondjuk egy 30-40 hozzászás, nem mindig olvassák végig, és nem is várható el, hogy mindent végigolvassanak, és akkor ott is válaszoltam, és akkor mivel válaszoltam minden kérdésükre, megbizonyítottak, hogy tényleg jó ez a javítás, tényleg kijavítja a problémát, és akkor áttették RTBC-re. Na de itt a történet még nem ért véget, mert ugye hiába van RTBC-ben egy javítás, hogyha a gazdája a modulnak nem néz rá minden nap a modulra, úgyhogy semmi probléma, mert felmentem a Drupal.org csatornára, és X2-et a modulnak a maintainerét elkaptam, és mondtam neki, hogy hello, itt van ez a javítás, RTBC-ben van, ki kéne rakni. És akkor X2-es mondta nekem, hogy tök jó, mert akkor neki ma ez lesz az első dolga, és akkor kapartam a fejemet, mert este 11 volt, és nem értettem, hogy ennek az elmény nem csinál egész nap semmit, hogy ma lesz ez az első dolga, nem is értettem, azt rájöttem, hogy ő Amerikában van, és most kell 6 óra fele van náluk, és azért lesz neki ez az első dolga, hogy ezt kirakja ezt a javítást, és akkor kirakta, és igazából így, hogy megfelelően kommunikáltunk, így már 3 nap múlva meg is jelent az image modulnak az insert modulnak egy új verziója, és attól fogva már nem kellett foltozni, amikor összeállítottuk a disztribúciót, amit
diplot, hogy mondjuk, mondjuk nem tudom, amikor telepítettük az éles rendszerre, hanem használtuk megint ismét újra a stabil kiadott pénzeket. Úgyhogy nagyon fontos, lehet látni, hogy az első esetben ugye lenni, hogy kommunikáltam, mert csak ültem és így, na mi van már, miért nem fogadják el a foltomat, hát pedig jó. Ugye az két év, hogyha pedig az ember aktívan kommunikál, akkor ezt le lehet vinni mondjuk három napra is. Természetesen azért, ez mondom egy sikertörténet, de lényeg az, hogyha megfelelően kommunikálunk, megfelelően oda tesszük magunkat, akkor ez sikerülhet és előre tud. Maga a dupán rendszer, igazából nem mondtam sokat, ezt azért tehettem meg, mert Drupát mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy milyen nagyszerű CMS rendszer, aki esetleg nem tudná, az a Drupalhu-t, vagy a Drupal.org-on megnézheti ezt, hogy milyen nagyszerű, hogyha pedig kérdésetek van, akkor hozzám lehet jönni. Én kívülök ott egy asztalnál, hogyha szeretnétek bármilyen kérdést föltenni a Drupal kapcsolatban, akkor azt ma itt ezen a rendezvényen megtehetitek. Kivéve akkor, amikor a vitelőadásunk a másik teremben, de itt vagyok és tudok tőlem kérdezni. Vagy jöhetek a Drupalhu-ra, magyar közösség elég nagy, foglalkozunk a lokalizálással, tehát hogyha egyáltalán nem vagytok programozók, akkor is tudtok segíteni. Van egy srác, ő egyáltalán nem programozó, viszont fordítani szokott, nagyon jó az angolja, és ebből ő, hogy fordít, és ő az egyik oszlopos tagja a magyar fordító csapatnak, a legtöbb stringet talán ő fordította, te azért mondom, hogy hogyha nem tudtok angolul... Mi a nevedek a srácnak? Balza. Meg fogom, utána fogok mutatni, jó? Mert sok embernek csak a becenem, tudom. Utána. Utána nézek, jó? Jó, tehát ha mondjuk csak nem tudtok angolul, csak magyarul, akkor is lehet jönni, és akkor azt mondjuk, ez nem magyar ez a mondat. És akkor egy pár órás beszélgetés után lehet kiderül, hogy igen, de nem magyar, de az adott körülmények között ez a legjobb mondat, amit el lehet itt képzelni. Na de, hogyha szeretnétek találkozni is a Drupal fejlesztőivel, akkor ezt is megtehetitek. Ugyanis Magyarországon nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó esemény van. Minden hónapban van Drupal User Group találkozó Budapesten. Számos nem budapesti helyszínen is vannak User Group találkozók. Minden évben van egy Drupal hétvége, amikor itt a magyar közösség foglalkozik a magyar közösséggel. Tehát, hogy önmagunknak csinálunk egy ilyen rendezvényt. És amit kitettem ide a diára, az két Magyarországon levő nemzetközi esemény. Lehet jönni Barcelonán, Drupalkonna, és van nagyon jó térkép, azt is meg tudom mutatni, ahol a környező országokban minden egyes Drupalos rendezvényt megtekinthettek. Azt kell tudni, hogyha mondjuk Európába akar szervezni egy Drupalos rendezvényt, akkor most már szerintem idejére nem fogsz tudni találni olyan normális időpontot, amikor nincsen másik esemény. Jó? Tehát, hogyha akartok, akkor egész évben tudtok menni a Drupal eseményre. De ha nem akartok sokat utazni, akkor Magyarországon lesz egy Drupalaton nevű rendezvény. Ez egy nemzetközi rendezvény, körülbelül 100-150 résztvevővel. Itt lesz a Drupal krémje. Lehet, hogy maga Dries Betterd is idejön majd a Drupalatonra. Legalábbis ezt ígérte a Twitteren. Legutóbb 2006-ban volt itt a Drupal hétvégén az első, úgyhogy majdnem, hogy jubilálunk, majdnem 10 évvel ezelőtt volt itt Magyarországon. És lesz egy nagyon nagy rendezvény, az 500 fős, az a Drupal Iron Camp, ami viszont Budapesten lesz, a Drupalaton pedig kezdte a Drupalaton. Jó. Ha van bármilyen kérdésetek, akkor tegyétek föl, mert nyugodtan itt vagyok, megtaláltok. Itt azt hiszem nem lesz idő arra, hogy kérdésekre reagálok. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy szeretném.